Az egykori pilóta a 80-as évek elején a Dunajvárosi repülőtér parancsnoka volt. Súlyos balesete után sokáig nem repült. Most ismét kiment a repülőtérre, hogy felidézze emlékeit. Szabó Györgyről Stosek Mátyás készített portrét. Szóval elég későn kezdtem repülni. Inkább előtte ejtőernyőztem, és elcsábított ez a terület egész komolyan, meg a körülmények, és utána kezdtem én. Tehát 30 évesen kezdtem el magát a repülést. Átlovagoltam erre területre, és ennyi időt sikerült, mert aztán jött a balesetem. És ez meggátolt. Hányszor ugrott le? 99-et. Ezt el tudom mondani, nagy büszkén szoktuk a Kustrodi barátommal. Ketten ugrottunk 100-at. Ebből 99-et én. Ő meg ugye egy gyakorló vészhelyzetűre ugrása volt, ami kötelező volt abban az időben, amit repülőnek. És hát ezt büszkén mondtuk, hogy ő legalábbis, hogy ketten ugrottunk 100-at. Gyuri bácsi, mi a repülés? Ez egy olyan tevékenység az ember, minden ember életében, aki idáig eljut, ami olyan messzire kitolja az emberi értékek határát, a közegben való mozgás, ugye a háromdimenziós élet, ennek a szervezetnek is ugye erre át kell állni, ennek erre a működésre. Minden ember képes erre. Nagy tévedés, ha sokan a téfit, a közszó szerint téfitben vannak, mert félnek a repüléstől. A repüléstől nem kell félni. Egy van, hogy amikor elsőként ül az ember egy repülőgépbe, vagy maga a repüléssel kapcsolatos hangulat előtérbe kerül egy beszélgetésbe is, egy kis előítélettel gondol rá, mert nem megszokott közegről van szó. Mint a levegő, ugye 2 méterre használatos az átlag embereknél, viszont fönt, ugye 3 dimenziós mozgás van, a szervezetnek erre meg érrendszer, szívrendszer, belső szervek működésének ezt hozzá kell szokni. Viszont a szoktatás időszaka pont erről szól, a tanulás időszaka, hogy a szervezetet kell eleve rászoktatnia erre a furcsa helyzetű életmódra, viszont mikor megtanulta, a szervezet hozzászokott, hát ezért próbálok most a kérdésedre valami értelmes fogalmat találni, hogy minden olyan emberi élmény, ami a pozitív érzéseket idézi fel az ember életébe, van, aki a drogba találja meg ezt, van, aki a italba, vagy sorolhatnák ilyen egyéb káros szenvedélyeket, amikre azt hiszik az emberek, hogy az micsoda örömet okoz ő nekik, tévedés. Az igazi élmény, amikor az adrenalin olyan hatást fejt ki a szervezetre, ami természetes hatás, tehát nem műli. Ami mindazt az érzést, ami földön, a 2 méteren élmény, nagyon pozitív élményt jelent az embereknek, ez annak többszöröse. Nem akarok értéket mondani, hogy hányszorosa, de nagyon sokszorosa, és ez csak fokozódik. Az elején minden ember fél, tele van szorongással. Hát mondjuk talán nekem a helyzeti előnyem az, hogy ugye előtte eltörnyőztem, mielőtt a repülésre átlovagoltam, és akkor már én hozzászoktam a dimenziókhoz, a levegő mozgáshoz, megtanulta az ember, hogy hogy is, mit is tehet ott. Minden ugrásnál az emberem végig szaladt, hogy itt el kell menni. Aztán történik valami, vagy úgy zajlik le, hogy én ezt megterveztem. Persze, hogy voltak ilyen szorongások. A félelem teljesen átváltott egy pozitív élményé, egy olyan feszültségi állapottá, amikor aztán megszokta az ember, ami egyszerűen igényli az ember, mint a drogot, cigarettát soroljon. Igen, akkor már az ember teljesen más helyzetben él, gondolkodik, cselekszik, és vágyik vissza, vágyik föl, oda a felső levegőre. Más az íze. Mi a repülés? Boldogság? Szabadság? Azt hiszem, igazodva mind a kettő. Mert
ez a bizonyos érzés, amit itt elkezdtem ragozgatni, ez egy nagyon nagy boldogság érzést ad, fantasztikus élmény szellemileg, fizikailag, és hát természetes, hogy ott a másik a nagy öröm, és hát igazán nem tudom megfogalmazni a másikat, mert az egy fantasztikus dolog, és csak ismétlődik, és nem tudsz tőle szabadulni. Egy olyan szépség, egy olyan gyönyör, és egy olyan feszültal, egy olyan túlfokozati állapot tudatilag, érzelmileg, hogyha hozzájuthatsz ahhoz, hogy te ott fönt a dimenziókban dolgozhatsz, mozoghatsz, teheted a dolgod, ami mindenek fölött van. Egyszer emberileg, mert követel az embertől, nagyon komolyan követel is az embertől, és élményt ad. Nagy élményt ad. Nem tudom jobban megfogalmazni. Ez az élmény, ez a szabadság, ez a boldogság, amit a repülés adott neked. Segített elviselni a tragédia utáni évtizedeket? Természetes. Buta dolog lenne, bár akármit mondanom. Keserves volt a helyzetem az első időszakban. Azt hiszem, minden ember ezt éli meg. Bárki a legkisebb problémával találkozik a föld életébe, megszenvedi ezeket a bajokat, legyen az kicsi vagy nagyobb. Csak azt hiszem, hogy nekem volt egy nagy helyzeti előnyem. Hogy addig, amíg az emberek, a hétköznapi emberek egyszerű megfázásoktól kisebb szédülések, törés, zúzódás hadd a sorolja. Tehát nekünk valahol az élet-halállal kellett játszani minden esetben. Persze, hogy az ember erre nem gondol folyamatosan is, de a tudat alatt él, és mi minden feladatnál, minden helyzetben, amikor ott vagyunk, akkor ennek tudatával tesszük, amit teszünk, nagy élményeket gyűjtve, és én azt hiszem, minden ember bátor, az is, aki a földön beleül az autójába, talán bátrabb, mint egy pilóta, ma már az ilyen technikai fölállásba. De levegőbe is kell bátorság. Kell. Mert vannak vészhelyzetek, vannak kritikus pillanatok, akkor a természeti erőkkel szembe, akkor a műszaki technikával szembe, és ezeket meg kell oldani. Meg kell oldani pillanatok alatt. Mert annyit ér az élet pillanatokat néha. Mint a szél vészáll a gépünk, mint a tárkos új repülő, míg a csillagokhoz érünk, egyes felhőn megpihenünk. Ami hét a kéklő kékból, ami gépünk fényben jár, el az égre törünk, a szerencse velünk, minden bátor ifjú vélünk száll. Hol madár sem jár a gépre büszkén száll, előre néz a kormánynál. Nézd a célpontot, uralt az égboltot, körötted forrom tűz a napsugár. A boldogság dala száll, most ránk büszkén néz fel a város. A szívvel gyúl, viharzó jó kettúr, ha már az ember égen földön úr. Mint a szél vészáll a gépünk, mint a tálkos úgy repülő. Még a csillagokban élünk, egyet felhőn megpihenő. Ami ég a kéklő ég volt, ami gépünk fényben jár. Fel a tégre törünk, a szerencsét. Szevasztok, fiúk, itt vagyok. Szélesebb a szám, ugye?